Szia Attila! Szervusza! Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Ez egy debütálás, a Haló Hisz sorozatot veled indítjuk. Lassan 10 éve vagyunk itt a Hadikban, és olyan embereket hívunk vissza, akiket nagyon szeretünk, olvasunk, és itt jártak nálunk a Hadik Irodalmi Szalonban. Te szám szerint 3-szor is voltál itt nálunk. Ezek nagyon különbözőek voltak, tehát hogy ha lehet, akkor én most megpróbálnám megúszni azt, hogy kedvencet kelljen választanom a háromból, mert nehéz lenne. Viszont ami nekem nagyon, nagyon lényeges, hogy itt a Hadik teraszán nekünk sok közös élményünk van. Amikor én épp szülni indultam, te a férjemmel ültél a Hadik teraszán, és nem sokkal azután visszatértél Jávára, ahol az időd nagy részét töltöd, ahonnan most jöttél haza nem olyan rég. Ez egy év volt? Egy év volt, hát általában eddig az volt a menetrend, hogy egy évet töltöttem ott, egy évet itthon, ez most egy kicsit felborult, egy évet töltöttem ott, és 3 hónapot itthon, és várom, hogy visszamenjek. Mert ott kint jó? Szó szerint ezért, mert ott kint jó. És ez az én számomra egyre fontosabb, hogy jó. Nem jobb, mint valahol, nem jobb, mint itt, vagy bárhol máshol, hanem egyszerűen jó. Tehát, hogy valami olyan, nem tudom minek, hogy mondjam, valami olyan evidens, természetes módja a létnek, annak ellenére, hogy innen nézve ugye az valamilyen módon a világ vége, egy teljesen más kultúra, de egyszerűen az az életritmus, ahogy ott én élhetek, az valahogy sokkal inkább a sajátom, mint. És ez már nem a turista lét, ez már a hétköznapi élet, a mindennapi élet. Én azért most már 3 esztendőt töltöttem ki, állítólag fél év után véget ér a turizmus. Tehát nálam okosabbak azt mondják, hogy körülbelül a 6. hónaptól kezdve nem számít valaki turistának valahol. Tehát azért tehát mögöttem van 3 esztendő, mögöttem van 60-valahány ezer kilométer motoron, ott 3 év alatt. És tudjuk, hogy Bartos Attilának itthon nincs jogosítványa. Ott sincs, tehát hogy úgy amlok nincsen jogosítványom, csak ez a probléma ott másképp merülne fel, mint itt. Igen. De hála Istennek, ezt azért sikerült úgy abszolválnom, hogy én is élek, és más se öltem még meg. És nincsenek is ilyen szándékaim. Tehát nyilván felelősségem teljes tudatában ülök fel a motorkerékpára. Mennyire része kint Jáván a mindennapi életednek az a munkarend, vagy rend, ami szerint itthon éltél? Lehet-e egymás mellé párhuzamba állítani ezt a két létezést Jáván, Budapesten, íróként vagy alkotóként? Nem lehet párhuzamba állítani semmiképpen, mert még ami azonos vagy hasonló, az is teljesen más. Tehát nyilván itthon is reggel felkelek, és elkészítem az első kávémat. Ott is felkelek, és elkészítem az első kávémat. De összehasonlíthatatlan a kettő egymással. De mégis egyben az egészből egy olyan élet, egy olyan életritmus áll össze, ami számomra valahogy nagyon-nagyon természetes. És most már lemondtam arról, hogy én ezt megpróbáljam megfejteni, hogy miért. Nem volt egy könnyű dolog, tehát én 3 esztendőn keresztül törtem a fejem azon, hogy miért jó nekem Jáván. 3 évre volt szükségem, amíg rájöttem, hogy de Atya Úristen, ez nem egy probléma, amit nekem meg kellene oldanom, amit elemeznem kellene. Ez nem egy probléma, ezt az analitikus gondolkodást, ezt meg kell tartani a problémák esetére, nem pedig újabb problémákat gyártani vele. Ennyi történt. Úgyhogy egy picit mégis megpróbálok a 9 évre asszociálni, hogy mi is most a több mint 9 éve vagyunk itt a Hadikban. Akkor ha te a saját elmúlt 9 évedet gondolod végig, könyvmegjelenésekkel, fotókiállítással, fontos pillanatokkal, vagy nehezebb pillanatokkal, akkor mi az, amit mondjuk most nagyon kiemelnél? Mi az, ami mondjuk ebben a 9 évben egy nagyon meghatározó pillanat volt neked? Valószínűleg tartom az, hogy sikerült befejeznem a végét. Jáván, igen. Tehát azt azért bárhogy számolom, én 15 évig írtam, és
15 évből 14 éven keresztül úgy nézett ki, hogy én annak soha az életben nem fogok a végére jutni. Ezért. Jelván van olyan ember, akivel te nagyon szeretsz beszélgetni? Van olyan ember, akire azt mondja, hogy a barátod lett az elmúlt 3 év alatt? Van. Van, de ott ezek a fogalmak átértelmeződnek. Tehát egy ottani felszínes barátság másabb, mint egy itthoni. Egy ottani elmélyült barátság szintén másabb, mint az itthoni. Ugye ennek azért van egy olyan része, hogy én ott élek ugyan részben, de nem tudok indonézül. Ha indonézül tudnék, azt nem segítene, mert a jávaiak alapvetően jávaiul beszélnek, nem indonézül. Tehát az indonéz az 1000-valahány száz lapot szigetnek a közös nyelve, de egy többé-kevésbé félmesterséges nyelv, tehát amit a 20. század elején fabrikáltak, de a jávaiak egymás között, az indonéz az a világ egyik legkönnyebb nyelve állítólag. A jávai a világ egyik legnehezebb nyelve. Tehát alapvetően angolul folynak a beszélgetéseink. Hát arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen elég sok mindent köszönhetek ennek. Tehát, hogyha valami nagyon fontos dolgot akarsz elmondani valakinek, akkor azt tűzön vizen át el akarod mondani. És az elképesztően gyönyörű, hosszú, cirkalmas magyar gondolataid megtanulod összerántani egy tőmondatba, úgy, hogy valahogy mégis átmenjen az, amit te valóban gondolsz. Ami még nagyon fontos, és ebben a kis videóban mindenképpen szeretnék róla beszélni, hogy már utaltál a végére, a nagy regényedre, amit nyilván fejeztél be. Amikor legutóbb itthon voltál tavaly, akkor utána lett a fotós könyv, vagy fotóalbum, ugye magvetőnél jelent meg, kiállítás is. Igen. És amikor most hazajöttél, ismét landolt a postafiókomban egy új könyv, ami nem sokára megjelenik, lesz is bemutatója. Tehát ez egy termékeny dolog számodra, Jáván és Enni. Mi ez az új könyv, amire számíthat, hogy most nem sokára a közönség? Tehát jól tudsz kint dolgozni magyarán. Igen, hát az kétségtelen, hogy én az elmúlt 3-4 esztendőben többet dolgoztam, mint előtte egy évtized alatt összesen. Tehát ez kétségtelenül így van. Ezt nem tudta az ember, amikor először kiment. Tehát akkor nekem fogalma meg nem volt arról, hogy ott majd sikerül dolgoznom, vagy nem sikerül. Tehát, de hála Istennek így alakult. Ez az új könyv, ezek Isten igazából fecnék. Tehát napló töredékek, álnapló töredékek, egy dolog kapcsolja össze őket, mindegyik a fotográfiáról szól valamilyen módon. Nek van egy ilyen kicsit elméleti része, van nagyon magán jellegű része is, de tulajdonképpen azt próbálja összeszedni egy könyv. Nem is az, hogy mi maga a fotográfia, mert arra nyilván józanésszel nem vállalkoznék, hanem hogy mi az én viszonyom a fotográfiához. A saját fotográfiáidhoz? Nem, egyben az egészhez. Az, amit fényképezésnek nevezünk. Nyilván a sajátomhoz is valamilyen módon, de hogy egyáltalán mit jelent maga a fénykép. Tehát mondom, ezek ilyen egybekezdéses, azt hiszem a leghosszabb rész az másfél vagy két oldal. És melyik a legkorábbi? A legkorábbi az 1989-es, a legfrissebb 2019-es, tehát 30, igen, tehát 30 év fecnéből lett ez egy nagyon karcsú, vékony kis könyv tulajdonképpen, tehát ilyen 110 oldal, azt hiszem, ha most már a korrektúrán túl vagyunk, tehát onnan tudom az oldalszámot. Az utolsó kérdés, úgyis itt mindenki látni fogja, hogy ilyen nagy hangzavar van, mert itt
mindig készülődés van a hadikban, viszont hogyha most fotográfusként kérdezlek, és egy ilyen asszociációs játékra hívlak, hogyha egy elég képet rögzítesz, becsukod a szemed, és csinálsz egy fotográfiát, mondjuk a hadikról, akkor neked mi marad meg? És ebben lehet mondjuk Karinti is, ebben lehet a jelen is, ebben lehet egy pillanat, ami közösen volt. Már mosolyogsz, kérem a pillanatot. A babakocsi a kislányoddal. Köszönöm szépen, ott leszünk a bemutatón októberben. Köszönöm én. Jössz még hozzánk a hadikba? De még mennyire, hogy le, persze. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.